Sziasztok! Most ugye hát ha már vettem airfryert, mondtam, hogy mindent ki fogok próbálni benne, amit lehet. És ez az a egyik ilyen samott tégla, amit még annól mutattam olyan pizzás videót, hogy vettem három ilyet, és ezen sütöttem a pizzát. És ugye a ilyen gesztenyes tortát, amit ebbe a airfryerbe sütöttem, azt már föltettem a videóját, de nehezen sült az alja, és azt találtam ki, hogy ezt most itt szépen méretre vágtam, hogy bele tudjam tenni. Fölteszem tűzre, és 180-200 fokra, még szerencsé, hogy van ilyen üzem, de már kipróbáltam egyébként, 12 perc kell neki, hogy elérje a 200 fokot, és utána 15 perc alatt 135 fokra hűlt le, itt a gázon. De itt, ha bent van ebben az airfryerbe, biztos nem hűl ilyen gyorsan, plusz fog még kapni levegőt is. Úgyhogy én be fogom tenni ez alá a rács alá ezt a követ, így felforrósítva, de úgy, hogy teszek alá egy ilyen sütőpapírt, hogy ne véletlenül se karcolja ugye meg a bevonatot. Egyébként erről már csináltam egy videót, ha most ez a steak, ez fogyasztható minőségű lesz, akkor az is fönt lesz már ez a videó szerintem, mire ez fölkerül, hogy hát így, hogy flek, tehát hogy vagdostam le, meg csiszoltam le azt a követ, és a lényeg, hogy ide fogom, most már nem is teszem bele ezt a rácsot, ide fogom beletenni majd ezt forrón ezt a követ, és úgy teszem be, sülne a széket. Itt a tetején ennek a sütőnek az van egyébként írva, hogy a steaket a 10-20 perc és 180 Celsius fokon kell sütni. Hát 200 fokot tud a sütő. Most hiszek a cégnek, és 180-on, én 200-ra tenném be, hogy mindig, ugye mert nem lesz lekérgező a hús, tehát hogy minél hamarabb keletkezzen rajta egy kéreg, de most hallgatok a cégre. Annyit csinálok most így első körbe, hogy ezt ugye, ezt megint csak a Lidl-be vettem ilyen minimum 21 napig érlelt marha sztéket, kettő darabot, és lemostam, most szépen szárazra törlöm, azért, hogy nem vigyek be plusz. És ugye ezek elég vékonyra vannak vágva, tehát azért én azt mondanám, hogy inkább a 200 fokra mennék rá, hogy középen ugye ne száradjon majd ki. És ezt normális esetben sóval, borssal, ilyen durvárőrölt borssal is elég megszórni, de én ezt a kotányi steakfűszert ugye imádom, és ráadásul ez ugye steak is. A kettő között is én látok különbséget, mert itt ugye így futnak a rostok, itt meg keresztbe, ez szerintem omlósabb, puhább lesz, mint ez, ezt ugye nehezebb lesz majd el vagdosni, ezért mondom mindig, de hát azért egy ilyen nagy húsnál azért nehéz mindig úgy darabolni. És a lényeg, hogy ez, amíg most fölmelegszik, addig csak most, tehát ezt nem hagytam, hogy álljon a sóba, most így is fog benne állni addig, amíg ez föl nem melegszik, ez mondom, ez körülbelül egy 10 perc azért lesz, de nem akarom, hogy ugye nagyon sok vizet kiszívjon belőle, mert elég vékony a hús. Na, ezt most fölmelegítem, ezt meg így lesózom. Ja, és azt is mindig elmondom, hogy ennek a fele só. Tehát ez össze van keverve, veszek egy ilyen nagy dobozzal, és egy kiló sót hozzákeverek, az úgy mennyiségre körülbelül annyi, és akkor így elég sós is lesz, de nem lesz nagyon-nagyon ilyen fűszersó íze, hanem a hús íze. Én az összes előre gyártott fűszerkeveréket, szinte mindegyiket felhúzok így fele-fele sóval, és akkor nem lesz annyira intenzív íze, de azért jó ízt ad neki. Figyeljetek, szerintem még 10 perc se kellett, lehet, hogy nem tudom, hideg volt, amikor először próbáltam. Mert most nézzetek, még 180 fokot mutat, de ahogy mozgatom, van ahol 225-et, szerintem, hogy éri a láng. Tehát ilyen 180 és 220 között van már a hőmérséklete, úgyhogy most beteszem akkor szépen, ezt lezárom. Beteszem szépen ide az airfryerbe, persze egy konyharuhával is lehet, hogyha nincs ilyen hőálló cuccotok, és ezt meg úgy teszem be, hogy ugye így kéne, de most fordítva, hogy alul legyen ez a merevítés, mert az még ennyire akkor eltartja ezt a nagy felületet a kőtől, és akkor biztos, hogy nem fog itt egyből itt nekiállni, megégni ez a dolog, és akkor erre most szépen ráteszem a húst, és beteszem a
airfryerbe, és már most elkezdett így gőzölni, sisteregni. És akkor mondom, most itt van, nézzetek meg, hogy 180 a tér, hát akkor 180 fokra veteszem, és kíváncsi leszek, hogy milyen lesz így, hogy alulra is tettem tulajdonképpen egy ilyen hő generáló valamit. Na, befejeztem a sütést, még mindig ilyen 130 fok körül van ez a kő, majdnem rátettem, ahol a láng volt benne. Az előbb már megvágtam, csak közben itt zajlott az élet. Na, látjátok? Ez a jó sztéknek való hús, mert ebbe így keresztbe vannak a rostok, és ugye ezt úgy lehet jól föltálalni, úgymond, de azért szaftos marad, hogyha ilyen vékonyabb darabokra vágjátok, és akkor így már ugye szétesik a rostja. Hát én ennél rózsaszínebbre szoktam sütni egyébként, úgyhogy lehet, hogy így érdemes nyomogatni, vagy figyelgetni, hogy ez olyan 12-3 perc alatt, annyira nem figyeltem megint az időt. Lett ilyen. Figyeltek. Megsütötte. Nincs olyan jó, mint amikor roston megsütött, és bedobod a sütőbe, vagy végig roston, de ha valakinek nincsen otthon sütője, mert ugye ez az airfryer tök jó, hogy mondjuk egy egyetemista van két ilyen lángja, meg egy ilyen, és megpróbálják ezeket csinálni, de nem lett rossz, tehát nem azt mondom, hogy látok, megkóstolom a másikat is. Mert igazán ebbe állnak úgy a húsnak a rostjai, hogy látjátok, itt keresztben vannak a rostak. Na, jó. Figyeljetek, ez nem lett igazán jó, mert rágós, ez viszont tök jó. Úgyhogy meg lehet sütni airfryerben is nyugodtan a steaket. Nem olyan lesz, mint hogyha nagy, brutál, profi módon készítitek, de teljesen ehető minőség. Ez jó lett, ez kevésbé jó, de azt azért ezt is el fogom rágcsálni, attól ne féljen senki. Úgyhogy így néz ki az airfryerben sült marha hús. Ugye mindenkinek továbbra is... Ja, meg még a másik, hogy kipróbálom most a lazacot is, de ilyen hasonló módon, de ezt már nem teszem bele ebbe a videóba, mert szerintem nagyon hosszú lenne a dolog. Ja, és ezt most ugye még nem pihentettem egy percet se, tehát most oké, hogy ez ilyen vékony hús, tehát az a baj, a steaknek azért kéne, hogy legyen egy adott vastagsága, de ezeket ilyenre vágják, de egy ilyen, tehát egy 5-10 percet a pihenteted, akkor kicsit ez a hősoktól kiengedenek a rostok, és akkor ez még egy fokkal, amikor már ilyen belangyosodik, egy fokkal puhább lesz, úgyhogy mondom, nem olyan rossz, ez nem vagyok elájulva tőle, de használható, tehát még erre is. De fogom, mindent megmutatok, amit kísérletezek, és akkor látjátok, és majd eldönt, hogy ki mit csinál meg benne. Na, mindenkinek jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!